Ott jártunkkor csak két autó parkolt a Molnár utcában a Malom térnél, de reggel és délután sokkal többen vannak, amikor a gyerekeket hozzák, viszik az óvodába. A járművekkel fel kell, hogy álljanak az árok mellé a fűre, de ezt csak úgy tudják megtenni, hogy félig kilógnak az úttestre, ami miatt a közlekedés nem tud zavartalanul menni, arról nem is beszélve, hogy a gyerekek ki- és beszállása sem biztonságos. A körzet önkormányzati képviselője régóta szorgalmazza, hogy az áldatlan állapot megszüntetéséért hozzanak létre itt parkolókat. Imregi Tibor örömmel számolt be róla, hogy most már csak hetek kérdése is megkezdődik a munka. Azt várjuk, hogy az önkormányzatnál rákerüljön egy aláírás, egy pecsét, és hogy megrendeljük a vállalkozótól, hogy minél előbb meg tudjuk szüntetni itt ezeket a kaotikus állapotokat, aminek majd az lesz, ahogy itt a képen is látható, van itt egy vízelvezető árok mellettünk, ez a vízelvezető árok befedésre kerül, és a tetején lesznek kialakítva a parkolók, ez lényegében nagyon jól meg fogja könnyíteni reggel a gyerekeknek a óvodába történő fuvarozását. Imregi Tibor elmondta, nagyon sok szülő, család mindennapjait tudják majd kényelmesebbé, biztonságosabbá tenni. A képviselő arról is beszélt, mikorra lesznek kész a parkolók. A költségvetésben természetesen benne van, a prioritási sorrendben az elején áll, úgyhogy szeptemberre ennek mindenféleképpen el kell készülnie. A közelben található a tankerületi központ épülete, ahová sok szülő hordja a különböző fejlesztő foglalkozásokra gyermekét. A képviselő elmondta, rájuk is gondolnak a fejlesztés során. Az idei évben el fog készülni még bent a tankerület területén is egy 3-4 darab parkoló, kimondottan az ő részükre, itt a sorompon túl, és a sorompó nyitása is, meg átjárhatósága is megoldott lesz. Imregi Tibor az óvodával szemben lévő parkolókkal kapcsolatban elmondta, ha szükséges lesz, még több várakozóhely kialakítása is szóba jöhet, hiszen a Molnár utcában van lehetőség további árkokat is befedni, ezzel pedig újabb parkolókat kialakítani.